Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, színjátékot folytat a kormány, miközben valójában a globalistákkal nem mennek szembe. A lényeges kérdésekben rendre együtt szavaz a Fidesz Gyurcsányékkal, ahogy ma is a NATO bővítés, a háború kiszélesítése ügyében nagykoalíciós egyetértésben vannak. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza a vétót a harmadik világháború felé tett újabb lépés helyett. Így nem csoda, hogy a NATO főtitkár a minap már azt mondta, hogy Ukrajna NATO tagsága sem kérdés, legfeljebb az időpontja. Hiszen, ahogy Finnország és most véletlenül Svédország esetében is végül beadja a derekát és megszavazza az Gyurcsányékkal karöltve a Fidesz is a NATO bővítést, ugyanerre számíthatunk Ukrajna NATO tagsága esetében. Hasonlóképpen nem kérdés Ukrajna EU tagsága sem, ahogy immár nem kérdés az 50 milliárd eurós támogatás az Uniótól Ukrajna számára. Ezt Orbán Viktor is megszavazta. Most már olyan kávézgatós távolmaradása sem volt a szavazástól, mint Ukrajna EU csatlakozásának megindítása ügyében, amikor szintén nem vétózott. Ukrajna korrupt vezetése tehát örül az újabb ellopható milliárdoknak. Ukrajna EU csatlakozása tehát sajnos nem kérdés, ahogy igazából Románia EU csatlakozása sem volt kérdés. Noha az ellenkezőjét, a vétót ígérték a kormánypárti politikusok, maga Orbán Viktor sem, végül 2005-ben Románia feltétel nélküli uniós csatlakozását megszavazták mindannyian. Diplomáciai fegyver letételnek, nemzetárulásnak is joggal nevezhetjük ezeket az eseteket, de tisztelt országgyűlés, ha számít valamit az adott szó, akkor vétózzuk meg ma a NATO bővítést, mely immár az egyetlen lehetőség arra, hogy a kormányfői ígérethez hűen nem mi legyünk az utolsó ország, amely támogatja, jóváhagyja a Svédország csatlakozását. Maradjon tehát az utolsó, Törökország, melynek szövetségét látványosan elveszítette Magyarország. Nem is csoda, miután inkább Izrael utolsó csatlósa lett az Orbán kormány. Egy hete például Szijjártó Péter egyedüliként nem támogatta az izraeli telepes terroristák szankciós listára helyezését az Európai Unió külügyi tanácsülésén, tehát megvétózta a döntést. Az oroszok elleni szankciókat ellenben nem vétózták. Ukrajna 50 milliárd eurós támogatását sem, ezt is tisztán láthattuk, és a NATO és EU felvételét sem fogják. Palesztinában már a szavak szintjén sem támogatják a békét. Gyermekgyilkosság? Önvédelemből? Miért támogatja Izrael népirtását a semlegességünk helyett a séker jobboldal? Mindezek után tehát nem csoda, hogy Törökországot látványosan elveszítették, mint szövetségesünket, és közben Svédországot sem nyertük meg. Mindössze 4 véhetően használt Gripenről van szó, amiről ráadásul már évek óta beszélnek, és a Gripeneket sem kapjuk, hanem vesszük. Kinek éri meg? Mennyibe kerül? Hát ezt nem tudjuk. Csak azt, hogy mely ország érdekét szolgálja. Sunyin Ukrajnájét. Hogy hogyan? Hát ingyen Gripen csak Szlovákiának van, méghozzá tőlünk, ugyanis a magyar Gripenek vállalták Szlovákia védelmét is, Szlovákia légterének védelmét is, hogy közben ők Ukrajnának adhassák a saját MiG-29-eseiket, amit meg is tettek azóta. Mi ez, hogyha nem az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háború közvetett támogatása, amit a magyar kormány folytat? Sőt, ugyebár a balti légtér védelmét is vállalták a magyar Gripenekkel, és konfliktusba is kerültek az orosz vadászgépekkel, amelyről büszkén számolt be a magyar honvédség. A szlovák védelmi minisztertől kellett azt is megtudjuk, hogy titokban ukrán katonákat, katonai egészségügyi szakemberek kiképzésében is részt vesz Magyarország. És még sorolhatnánk a bizonyítékokat Magyarország sunyi háború pártiságára. Pedig a béke, a semlegességünk, a függetlenségünk a legfontosabb értékek közé kellene, hogy tartozzon. A világháború elkerülése érdekében a NATO bővítés magyar vétójára volna szükség, amit sajnos immár egyedüli pártként szorgalmaz a Mi Hazánk mozgalom, mert provokáció a katonai szövetség bővítése Oroszország közelében, míg a semleges zóna nemzetközi érdek. Hogy a Momentum svéd állampolgárságát eltitkoló frakció vezetője a svéd kormány érdekei mentén interpellálta Magyarországgyűlésben, az már nem meglepő. De a magyar kormánynak
a magyar érdekeket kellene előtérbe helyeznie, és nem pedig az idegenekét. Köszönöm a figyelmet!